első alkalommal tartott nyuszis napot a Hévíz térségi zontaklubba tófürdő bejáratánál. A Sugár utcai óvoda egy előre kisorsolt csoportjának szerzett örömet ez a kezdeményezés, ahol a szervezők egy kis meglepetéssel készültek a piciknek. Először Falus Liza, a program egyik szervezője Szabó Lőrinc Tavasz című versével köszöntötte a gyermekeket. Majd az ovisok is nyuszis mondókákat mondtak az arra járó nézelődőknek. Ezután csoki nyuszi és tojáskereséssel színesítették a programot a gyerekeknek. Alapvetően pedagógus vagyok, és ezért hozzám közel áll a gyermekeknek a segítése és a gyermeki programoknak a megszervezése. Mivel itt élünk Hévízen, és hogy az egyik legnagyobb ünnepünk közeledett, ezért úgy gondoltuk, hogy szervezünk az óvodásoknak egy ilyen nyuszis napot a zontával. Amit nekünk örömet okoz, ugyanakkor a gyerekeknek is örömet okoz. Egy kis műsort adtak, mi is készültünk, ők is készültek, és azzal, hogy a húsvétnak a jelképét, a tojást és a nyuszit megkeresheték ebben a gyönyörű környezetben, ez különösen élmény volt a gyerekeknek. Az elrejtett kis meglepetéseket a tófürdő környékén lévő zöld területen, a fák, bokrok alatt találhatták meg a szemfüles keresgélők. Minden gyermeknek egy-egy csoki nyuszit és csoki tojást bújtattak el a szervezők. A Hévízi Szervezet egyik alapítója szerint ezeken a rendezvényeken keresztül is szeretnék felhívni az emberek figyelmét a szervezet fontosságára. Kihoztuk a zontát ide a térre, mondván, hogy itt azért több ember lát minket, és tudunk fölvilágosítást adni a tevékenységünkre. Hát húsvétra meghívtuk a gyerekeket az óvodából, akiknek azért ez egy nagy élmény, hogy itt tudnak keresni nyuszikat a bokorban, és hát reméljük, hogy nem csak az ő arcukra, de a járókelők arcára is tudtunk ezzel egy kis mosolyt fakasztani. Az örömszerzés mellett az óvónők fontosnak tartják a részvételt ezeken a gyermekprogramokon, hiszen a természetben megtartott játékos programok változást hoznak az óvisok számára a megszokott mindennapokban. A gyerekek ismerkedjenek mondjuk Hévízzel, Hévíz programjaival, kicsit részt vegyenek a Hévíz életébe, egy kicsit ki tudjunk zökkenni a hétköznapokból, kijöjjünk ide a szép természetbe. Gyerekek ezeket a kezdeményezéseket nagyon szívesen is veszik. A program zárásaként a Hévízi Szent András és Reuma Kórház marketing osztálya is kedveskedett a gyermekeknek egy kis aprósággal, kézzel készített papírnyuszikat osztogattak a piciknek. Az ONTA szervezet tagjai pedig házi készítésű pogácsával vendégelték meg a jelenlévőket.